Töltött káposzta nélkül nincs gasztronómiai fesztivál Szabolcsban. A Nyíregyházi Tirpák Fesztivál a Szlovákiából származó 18. század közepétől betelepülő tirpákok egyszerű, ám változatos ételeit mutatta be immár sokadik alkalommal. Ilyen ez a krumplis finomság is, amit ezen a tájon mindenki lapcsánkaként ismer. De volt itt csülkös babos káposzta, gulyás leves, pacal vagy éppen birka pörkölt. A szombati nap minden évben a szakmájé, vagyis a megyeszékhelyről és környékéről érkező mesterek kínálnak komoly ízkavalkádot az ideérkezőknek. A profi főzőcsapatokat vasárnap az amatőr közösségek váltják. Egy biztos, vendégszeretetben és ételben nincs hiány a Tirpák Fesztiválon. Idén is több mint 10 000 adag étel fogyott a hétvége alatt. 9. alkalommal rendezzük meg itt a Kossuth téren a Tirpák Fesztivált, és most 8 testvér és partnervárosunk van, jelen ebből 4 főz is. Nem tudom, a hátam mögött lehet látni, hogy bár kicsit borongós az idő, de nagyon sokan eljöttek megint a Tirpák Fesztiválra, ami ugye Nyíregyháza egyik jelentős gasztronómiai hagyományőrző fesztiválja. Most éppen a színpadon is egy olyan hagyományőrzés, olyan néptáncot mutatja be. Úgyhogy azt gondolom, mint hogy eddig is szokott lenni, ez egy sikeres fesztiválja a Nyíregyházának, nagyon sokan kíváncsiak mindig rá. Az esemény idén egy nappal tovább tartott. A pénteki koncertek után a Vigasság szombaton és vasárnap is folytatódott. A hagyományőrző egyesületeknek pedig most is, mint minden évben, kiemelt szerep jutott a megyeszékhely főterén zajló fesztiválon.